Zzz, Szia, srácok! Itt ismét Damien, és azért zizegek meg zümmögött kit, mert megnézzük a Super Bees csomagot, ami ugye hát a méhecskék. Méhecskék csomagja, mint tudjuk, a világban nagy problémák vannak a méhecskék. Inkkel, illetve azok számával csökkenő tendenciát mutatnak. Remélem, hogy ez egyszer megfordul, vagy remélem, hogy azóta történt már valami fejlődés ez ügyben, mert ennek volt egy első verziója is, ide kirakom nektek ugye annak a bontását, ott pedig az illusionist már azt hiszem, hát biztos azóta nőtt ez a szám, de a legfrissebb információm szerint már 30 ezer dollárt összegyűjtöttek, amit egy olyan alapítványnak adtak a a, ami ezzel a problémával foglalkozik, hogy a méheknek a számának a csökkenése, illetve az ő védelmükkel foglalkozik. Ez a csomag is hasonlóképpen tesz, ez a második verzió, az fekete volt, ez fehér, és már közben ö, egyébként hát próbálnék megszabadulni a fóliától, ö, mondjuk így inkább. Uh, nagyjából sikerült is, és milyen kis síró hangot adott szegényke. Igen, ö, itt még azért lehetett volna kicsit... Ö, Öp, 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 öp. lehetett volna javítani azon, hogy ez a fólia ne itt menjen már, hanem itt fölül, de ott, tudjátok, hogy van ez. Na! Ó, micsoda kosz van itt. Nézzétek el nekem, hogy ilyen a mikroszfény. egy, rázok rajta egy picit. És semmit nem értem el a rázással, ugye? Na mindegy. Na, Super Bees. Matpapír. Matpapír felületet kapott. Nem tudom, mennyire látjátok így a felvételen, hogy ez egy matpapír, viszont kapott ö, mi ez? aranyfóliázást, tehát a címek, a logó, ezek aranyfóliázást kaptak, ahogy az látszik, szupervíz. Hát oldalán kis méhecske, ott a kis mélysejtbe, mindenféle vegyületek, playing cards felirat oldalán szintén vegyületek, túloldalt is valamilyen vegyületek gondolom, és az alján pedig a Illusionist logó, illetve a Made in the USA dolog. Na, nincs lezáró matrica, viszont vegyületek vannak. Na, az folyton kell. Na, uhu. -huh. Ezt tudjátok, mit jelent. Azt, hogy a méhecskékre figyelünk, de a környezetünkre nem ezek szerint, hogy miért kell ez a dupla fóliázás, ennyibe ennyi. Fúj, Ennyi, benye. Nem szeressük az ilyet. Ezt kivesszük az útból, és akkor megnézzük rögtön, hogy milyen is a csomagunk. Egy Albert Einstein idézettel kezdjük. Hü -hü 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 -hü. Azt írja, hogyha a, a méhecskék eltűnnének a, a földről, akkor az embereknek körülbelül négy évük lenne hátra az életből és ezt fontos ö, szem előtt tartani, és ez így is van, mert hogyha nincsenek méhek, nincsenek pollenek, nincsenek növények, nincsenek állatok, tehát nincsenek emberek, tehát igazából a, a körforgás, a lánc, az élet nagy körforgás és lánca a méheknek nagyban köszönhető egyik fő beporzónk És ez van, így kezdi rögtön a pakli, jól megijeszt minket, Beemageddon, és itt láthatjátok, hogy na már is tévedtem, látjátok, 40 ezer, 40 ezer dollár. Mm -hmm. 40 ezer dollár. Na mindegy, hogyha valakit érdekel, akkor ezt így, így nézzétek, így egy kicsit így, így megmutatom, és el tudjátok olvasni, jó? Tehát le tudjátok állítani a videót, minden esetre ezt félre rakjuk. Na, nézzük a kártyát magát. A BS hasonlóan itt is egy ilyen mélysej cella kapott főszerepet, nem full tiltes a dolog, de ez ilyen arany, és egy kicsit, mint hogyha csillogna is, lehet, hogy kapott egy kis metált a festék, de ebben nem vagyok 100% biztos, de a csillogásból ítélve én azt mondanám, hogy de egy picit kapott. Ja, ilyenek a hátoldalak. A keménységét tekintve ez egy, mintha Kárta Mundi lenne, pedig Made in USA, én úgy láttam, de ez mintha egy, egy 310-es kopak lenne. Mintha, mintha. Na mindegy. Ö, nézzük az elejét. Oh, Pikász, megkapta azt a dizájnt, úgy látom, mint a régi, tehát ezt a mélység dolgot csak fehérbe és arany, arany színbe. Fehér arany szín. Van, akitől azt hallottam, hogy ja, mutatom közben a dolgokat, ez a, ez a pik. Van, akitől azt hallottam, hogy, hogy, nem, valaki nem szereti a fehér arany kombinációt így kártyában. Nem tudom, nekem nincsen problémám vele, szerintem elegáns, szerintem szép, és nekem nincs bajom vele, nekem tetszik. Bubi. Mindegyik ilyen egy cellás dizájnba. Nézzétek itt a mély király. Mépik király. És akkor, aha, ami fekete, az fekete. Itt pedig ami piros, az piros. Illetve arany. Piros arany. Nagyon minimalista a dizájn. Nagyon minimalista. Aki szereti a minimalista csomagokat, annak ez be fog jönni. Egyébként elegáns. Tehát azt kell mondjam, hogy elegáns dáma, király, két nagy pajzsal, tref királyunk, megmaradt a szakála, áll az égnek, dáma, bubi, várjátok? Ja, jó, semmi. Összekeveredtem magamat. Tref, már a treffeknél vagyunk. Ezek annyira jó, egyébként a jó pofa, hogy ez a treff is ilyen mély van megoldva. Tehát ugye minden, minden ezt a dizájnt követi, szerintem ez tök jó. Úgyhogy lássátok. És akkor a kör. Az is meghagyta ezt a méseit, Design csak. Ugye azért valamilyen szinten azért utalni akartak a szívre, de megmaradt. Na, tök jó. Három, kettő, az, és a két joker, ami a végére került. Itt van ugye a körforgás. A méhecske elmegy a virághoz, visszajön a kis otthonába, és innen jön a méhészbácsi, akit körbe lengenek. Ezek nem döglegyek, ezek méhek, jobb esetben. És ő pedig csinál mézet, ott van a kis mészedő, tipikus ez a, hogy mondják ezt, ezt a csurgatót, és az elteti az embereket mézzel. Vagy a Super B fogja, Elvegy a virágér, vissza, haza, haza, jön a mély bácsi, és a mély bácsit meg azt mondja neki, hogy anyárba vidd el az én mézemet, mert nekem is kell. Tehát ő a szuperbi, és ettől a bácsi. <laughs> szupermenni. b menné változik. Az a nézetek. Ő lesz bee man. Ez a Honey bee, ez a b. Szuperbi! Na, a farsankos rácok, Aki, ha valaki akar, akkor Superbee-nek beöltözhet azt a mindenit. Csak előtte menjen és csípesse meg magát egy pár száz mével. Vagy keresse meg a Superbee-t, és azzal csípesse meg magát. Tá jó ég! És egy reklámkártya, ami lehetett volna akár double pack is, kedves illusionist. Jó tudom, imádjátok magatokat hirdetni, meg imádjátok magatokat reklámozni, de attól még lehetett volna ez egy double backer is. Na mindegy, mert itt reklámozhattátok volna magatokat, ez kicsit följebb tolni, és alá illusionist. Na mindegy, minden esetre azért kavarunk, keverünk egyet. Igen, bicycle style, bicycle style, egyértelműen bicycle style, ami azt jelenti, hogy jól használható, tehát igazság szerint nagy meglepetést nem fog okozni a használata, és nézzétek meg, nagyon szépen bepörök. tehát ennél jobb ö, izé minőség igazság szerint nem is kell. Ez meg egy fantasztikus, ö, fárós volt részemről, ami külön megérdemel egy like lájkot mennyire nem érdemli meg azt a lájkot. Na mindegy, srácok. Na, ez volt a szuperbi, várjatok, ö, minden esetre Einstein idézetét itt adjuk, meg az nekem nagyon tetszett a beam men ó, itt van beam őt is megkeressük, és husty, kiterítjük így szépen, és berakjuk ide einstein illetve beam ment és a dobozt. Na, srácok, ez volt a Superbiz. Én örülök, hogy a, a sima Killerbiz mellé, ugye a fekete mellé bekerült ő is a gyűjteménybe, kiegészítik egymást, illetve hát egy elegáns és szép csomagról van azért szó, szóval azt meg kell hagyni. Hogyha nektek is tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy ha a videót tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára és illetve kommentbe várom a véleményeket, nyugodtan írjátok le, hogyha, ha, hogy hogy tetszett nektek ez a csomag. Illetve, hogyha a méhecskékkel kapcsolatban van megjegyzésetek, mert euh, tanulni mindig jó, vagy többet tudni a világról mindig jó. Na, srácok, örültem, hogy itt voltatok, remélem legközelebb is velem tartotok, és akkor találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, sziasztok!